Évről évre színesedik a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára program ajánla. 2010-ben indult útjára a zenei bérletes sorozat, amely az ősztílus jelenkap le. Bár úgy gondoljuk, hogy sok olyan lakja majd zenei deklődés, hogy a megletárban mindig nagy számban van a zenei érvényes, az ősztíl nagy csit háttérbe szorult, ezt igyekeztünk kompenzálni ezzel a sorozattal. A zenei bérletes sorozat népszerűen közököli, ez az egyik bérletek száma, és az első előadás sikere is. Idén 100 fölött van azoknak a száma, akik már a bérletüket vásárolták, de természetesen minden egyes előadásra jegyeslési lehetőséggel is jöhetnek vendégek. Három előadás szerepel az egyik program, és az első volt a koncert, amikor a szívójogák vendégül. A 2011-12-es zenei sorozatban három alkalmat sikerült kialakítani. November hónapban debreceni együttest látunk majd vendégül, és a harmadik előadás pedig már a következő naptári évre, 2012-re húzódik át. A Stumpf Gábor kollégánk, aki a zenei rendezvényeknek a házigazdája, úgy állította össze ezt a programsort, hogy többféle műfaj is bemutatkozási lehetőséget kapjon a zene területén belül is. November debreceni Musica Antica 17. századi szerzők műveit mutatja be. Ma 2-ben a Nyíregyházi Kantemusz gyermekkar lép fel Sárospatakon. Szabdnek Kordiakomilával. A most bérletes a sokszínű izgalmas programnak is köszönhető. Azt hiszem, hogy abban a gazdasági környezetben, amelyben ma a kultúra és természetesen az életünk minden területen mozog, jónak mondható, hiszen a tavalyi évhez képest ez visszatérlenet. Ugyanakkor bízunk benne, hogy az időpont egyezőségek miatt pedig a vásárlók is egy-egy előadás alkalmával terjednek. Az igazgató örvendetesnek nevezte, hogy több fiatal is érdeklődik a színvonalas komoly zene iránt.